A Hagymafesztivál az első években szakmai fórumnak indult a térségben élő gazdák számára, később vette fel fesztivál jellegét. A jubileumi rendezvény zászlófelvonása, majd lovasok, mazsorettek és fúvósok felvonulásával kezdődött péntek délután. Ezen a három napon a kulturális és a gasztronómiai programok mellett a legfőbb üzenete most a Hagymafesztiválnak, úgy gondolom az, hogy fejlődés és fejlesztés. Fejlődés Makóváros közösségi életében, illetve a hagymakultúra is most már ki kell hangsúlyoznunk, hogy a hosszú gyökér kultúrának az ismeretbővítésében. A testvérvárosi kapcsolatok megerősítése és újabb kialakítása is célja volt a rendezvénynek, így 9 külföldi és egy magyar delegáció érkezett Makóra. Voltak vendégek Szerbiából, Lengyelországból, Romániából és Sárospatakról is. A szerbiai kisoroszi vezetői 20 évvel ezelőtt keresték fel városunkat. Azóta jó viszonyt ápol a két település. Csolat már tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt hitelesítve lett egy együttműködés szerződéssel. Nálunk az önkormányzati rendszer másképp működik, mint itt Magyarországon. Mi, mint település, 3000 lélekszámú település, a nagykikindai önkormányzat szárnyalat vagyunk és működünk, és most már Nagykikindával két határon átnyúló pályázatot sikerült Makóval együtt nyélbeütni, végigcsinálni, és én remélem, hogy ez folytatódik is, és nagy örömmel szolgál ez a meghívás is, meg az alkalom, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk majd beszélni. A magyar ételek nélkülözhetetlen hozzávalója sem maradhatott ki már a nyitónapon sem. A makói baráti kör tagjai hagymás süteményekkel kínálták az arra járókat. Hoztunk kefíros fokhagymás süteményt, akkor van lila hagymás, fehér hagymás, vörös hagymás, illetve még ez egy picit megspékelve van a rétesben egy picit kis hús is. A napot a Gipo cirkusz koncertje zárta, a zenekar stílusával, sajátos hangzásvilágú balkáni életérzésével igazi fesztivál hangulatot teremtett a főtéren. Mondjuk lassú dalokkal nem törjük meg a műsort, maradjunk annyiba, hogy tehát a 150-es BPM-t azt folyamatosan tudjuk tartani. Ennek az szokott lenni az eredménye, hogy a koncert felétől az is táncol, aki nem akar, tehát aki csak éppen elhozta valamelyik rokonát. Szeretném újra sztoriázni, megadni neked mindet a világon, velük a gyába járni tényleg nyáron.